Sziasztok sportársak, szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a Fitkes Stúdió karanténjában. Folytatódnak az edzések a ti kérésetek alapján. A múltkori átmozgató edzések után most már egy konkrét, alapozó edzéssel foglak várni benneteket, felépítve tematikusan 6 blokkban. Minden egyes blokk különböző izomcsoportra fog edzést nyújtani számotokra, ezeket a blokkokat összegyúrva és külön-külön is tudjátok majd használni. A bemelegítésről ne feledkezzetek meg az edzés elején, és a nyújtás a végén nem maradjon el. Fogadjátok szeretettel ezt az alapozó csomagot! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kardió blokkunkba, ahol a hát és a combizmai fognak jelentős szerepet vállalni. Amikkel törölközőt készíts, légy szíves, mert kelleni fog egy-két feladathoz. A bemelegítés után kezdjük el. Első feladatunk, kitörés hátra, innen visszajössz, felugrasz, kilépsz oldalt, és visszazár. Jó? 8-szor ismételjük ugyanezt az oldalt. Hátra, fölugrik, kilép, zár. Hátul, felugrik, kilép, zár. Nagyon szépen dolgoztatja a comb és a popsi izmait. Figyelj a szabályosságra, jó hosszan lépjél hátra, hogy a térded majdnem leragd, és az előlevő első lábad térde pedig ne menjen a bokád elé, jó? Itt pedig engedd rá a súlyodat. Nagyon jó. Megyünk a másik oldalra, de mielőtt átmennénk a másik oldalra, 10 másodperc pihenő után támasztó lábadon a súly, és lépkedsz, előle rak a sarok, hátul pedig a lábúj, és közben karral intenzívebbé tesszük a mozgást. Minél mélyebbre engeded le a súlyt, annál jobban bekapcsolódnak a combizmok. Gyerünk, elől-hátul. Akinek ez nehéz, az csak itt fönt, de ő is egy icipicit hajlítsa be a térdét. Jó? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nagyon jó, 10 másodperc pihenő. Még mindig a mozgó lábunk fog dolgozni, intenzívebben, hátra tesszük, nagy harántállásba, kinyújtjuk a kezünket a fölünk mellé, rádörünk törzsel, és 16 darab húzásunk van, intenzíven, gyorsan. Nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, nagyon jó, ha jól dolgoztál, és tényleg belengedted a súlyodat, akkor ez a rész már most fáj, ezt garantálom. Nagyon jó, jön a másik oldal, hátra kitörés, felszökken, kilép, visszazár. Tudod, 8 darab. Mit hagytam ki? A szökkenést, te ne hagyd ki. Anélkül is meg lehet csinálni természetesen, csak így még intenzívebbé tudjuk tenni a feladatot. Már csak 3-unk van. Hogy vagy? Jól? Szuper! Egy icipicit szusszansz, és nekiállunk sétálni a mélybe. Gyere, elő-hátul! És a mosolyt az arcodra pedig ragaszd rá, mert már a múltkor is mondtam, mozogni jó. Gyere, 8, 7, 4, 3, 2, nagyon ügyes vagy. Jön a hátulról húz a láb,
ugye az idősek is, mert én azt javasoltam, hogy ezt kortól nemtől függetlenül bárki végezheti ezeket a gyakorlatokat. Nem kell ennyi ismétlés számot csinálni, de ezeket a feladatokat mindenki meg tudja csinálni a saját erejét figyelembe véve és a fokozatosság elvét betartva. Ebből ugye 16-unk van, még 8. 4. Jó. Nagyon fáj, én tudom, és el is hiszem. Megyünk tovább, most már bekapcsoljuk kicsit intenzívebben a hátizmokat. Kis terpesz, vállszélességnél egy picit szélesebb, térdbe hajlít, törzs előre dönt. Ütjük a térdet, aztán a bokát. Térd, boka, kinyújt a kar. Húz az egyik, húz a másik, húz párosan és szökken. Jó, érthető? Figyelj, még egyszer lassan. Térd, boka, fönt a kéz. Húz, húz, páros és szökken. Gyerünk, gyorsabban. Térd, boka, fönt. Húz, húz, páros. Hopp, térd, boka, fönt. Húz, húz, páros. Na még kettő. Utolsó, térd, boka, fönt, húz. Nagyon ügyes vagy. Jön az odakészített törölköző. Összefogod, és a csípő szélességednél kicsit szélesebben fogod, fönt, fej fölött. Csípő szélesnél szélesebb. Terpesz, gugol, és tolod föl. Gugol, tol. Nagyon szép. Még be fogunk kapcsolni egy kis ferdehasizmot, törzsizmot, és lassan a mai blokkunkhoz fogunk érni. Itt nem pihenünk. Ismételd el annyiszor, ahányszor csak jól esik. Túledzettség ne álljon fönn, nagyon fontos. Tényleg ne tol túl, mert azzal csak ártasz. És megint. Egy jobb, közép, egy bal, közép. Még egy. Kedves egészségetekre, hamarosan folytatjuk a következő blokkal. Sziasztok! És az elmaradhatatlan kihívásunkról nehogy elfeledkezzünk. Megyünk le a talajra, és ma már 35 másodpercet fogunk tartani alkartámaszba. Úgyhogy gyere velem, keress egy órát, én megpróbálom körülbelül pontosan kiszámolni, mennyi az annyi. 3, 2, mehet! Koncentrálj ilyenkor magadra, az izmaidra, fordulj befele, próbáld meg a gondolatokat kizárni, és tényleg csak a saját izmaidra és a testedre figyelni, hogy mi az, amit érzel, mi az, ami dolgozik, mi az, amit úgy érzel, hogy remeg esetleg. Azok a részek, ahol remegést érzel, ott nem vagy elég erős. De tudod, ha nem vagy elég erős, icipicit lerakod a térded, pihensz, és visszaállsz. Aki esetleg már haladóbb, természetesen ezt a 35 másodpercet nyugodtan megfejelheti a további másodpercekkel. Figyelj az egyenes tartásra folyamatosan. 3, 2, látod, ezt is meg tudtad csinálni. Holnap már 40 lesz. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani.
minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, vállkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!